nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mi mai vendégünket, Farkas Ádám, Kossuth Díjas szobrászművészt. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, ugyanígy nagyon köszönjük Bodonyi Emőke művészettörténésznek, hogy vállalta a kérdező szerepét. És még annyi személyes élményemet hadd mondjam el, hogy pont tavaly ilyen tájban, tavaly ősszel a Művészet Malomban Szentendrén volt az életmű kiállítása Farkas Ádámnak. Egy hatalmas nagy kiállítás, rengeteg szobrát, grafikáját állították ki, és az különösen megható volt, hogy az a művész, aki negyedszázados egyetemi tanári múlttal büszkélkedhet, 32 tanítványát is meghívta erre a kiállításra. Tehát ott rögtön azt is lehetett látni, hogy a mester és a tanítványok művészetének milyen a viszonya, hogyan inspirálta a mester a tanítványokat. És ennek a kiállításnak szoros köze van Bodonyi Emőkéhez is, ugyanis a kiállításnak, ennek a bizonyos tavalyi hatalmas és óriási sikerű életmű kiállításnak az egyik kurátora éppen Bodonyi Emőke volt, akinek akkor most át is adom a szót. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Arra kértek, hogy a legújabb műveiről beszélgessek Ádámmal, aminek én boldogan eleget is teszek, azonban meg kell jegyezni, hogy az életműve, ami lassan már 5 évtizede töretlenül alakul, van egy különleges jellegzetessége, egy különleges karaktere. Ugyanis annyira konzekvensen építkezik, annyira logikusan következnek a formai átalakulások, annyira jól megragadható alkotói periódusok követik egymást, hogy én azt gondolom, hogy minden legújabb művének van előzménye, akár 10-20-30 évre is vissza lehet menni, hogy megtaláljunk egy-egy új munkának a formai vagy gondolati előzményét. Elsőként hagyj mutassam be azt a rendkívül sokszínű műfaji tartományt, amelyben Ádám dolgozik. Ezt egy bevezető képnek szántam, ezt a gyönyörű szép entrópia szobrot, és viszonylag sok diát, képet válogattam össze, de igazából pörgetni fogjuk ezeket a képeket. Tehát ez egy kis plasztika, tehát ez a műfaji sokszínűség érint a kis plasztikákat, mint ahogy az előző, illetve ez a munka is mutatja, ez az Emlékek a jövőből, ez a sorozatnak az első darabja. Akkor politikai emlékmű művek sorában alkot jelentőseket, ez a Recski emlékmű, ez egy köztéri munka, a nap születése, itt látható az alkotó és a műve, ez a Astra szökőkút, tehát szökőkút plasztikákat is készít, illetve épületekre komponált alumínium reliefeket, síremlékeket, ez a Solti György síremléke, érmeket. Egy különleges műtárcsoport az úgynevezett szerelt szobrok, és a rajzok, illetve a szerigráfiák. Azt kell, hogy mondjam, hogy Ádám bármilyen kiállításban betoppan, vagy bármilyen műfajban megérkezik, mindig kap valamilyen díjat. Tehát a rajzai, az érmei, a kis plasztikája után mindig megkapta a jelentős szakmai elismerést, amelyeket aztán Munkácsy díj, érdemes művész elismerés követett, és ugye ebben az évben a Kossuth díj. 2015-ben, tehát a tavalyi évben volt egy gyönyörű életmű kiállítása Ádámnak, és ebből mutatunk be pár képet. Az egész művészet malom három traktusát, három épület részét elfoglalta ez a kiállítás, aminek egyébként önmagában is van egy szimbolikus értelmezése, hiszen a művészet malom Ádám életművében nagyon sokat jelentett. Beszélnél erről pár szót? Az életmű nem áll meg, azt gondolom, a szobrok készítésénél, vagy rajzok, vagy köztéri munkák készítésénél, hanem szervesen beleillik a tanítás is, a tudás, vagy egy bizonyos ismeretanyag, vagy egy világlátásnak az átadása, de majdnem olyan szervesen benne vannak olyan művészet szervezési, szakmai, közösségi feladatvállalások, amit én soha sem akartam, soha sem előre találtam ki, hanem a helyzet belevitt egy bizonyos szituációba, amikor meg kellett oldani egy közös akaratot, egy közös
problémát. Igazából a művészetmalom is ezek sorába tartozik. Tudnélik, Kornis Dezső valamikor az 50-es években fedezte föl azt a romos épületet a Szamárhegy alatt, egy hatalmas nagy fűrészmalmot, háromszintes fűrészmalmot, amit semmire nem tudtak használni, és ő azt mondta, hogy ebből kellene csinálni egy múzeumot. Na most ettől függetlenül Dein Pál valamikor a 60-as évek elején ugyanúgy rábukkant erre az épületre, és attól kezdve Dein Pál állandóan beszélt arról, hogy ebből a malomból kellene csinálni egy nagy, összefoglaló szentendrei kiállítóhelyet, lehetőleg múzeumot. Na most a rendszerváltás után létrehoztak a Szentendrei Művészek egy alapítványt, a Szentendre Művészetért Alapítványt, abból a célból, hogy ez az épület, amit most itt látunk, ez az épület, akkor ez egy teljesen romos, fedél nélküli épület volt már, ebből egy képzőművészeti vagy művészeti kiállítóhely, múzeum legyen, és Dein Pál lett ennek az alapítványnak az elnöke, és magam is az alapítók között voltam, és ez talán 91 vagy 92-ben történt, és 97-ig nem történt előrehaladás, és Dein Pali, aki egyébként hát nagy, nekem egy nagyon közeli barátom volt, azt mondta, hogy kész, ő nem csinálja tovább. Nem, ez soha nem fog semmire jutni, és ő nem bosszantja magát ezzel. És akkor úgy nézett ki, hogy vagy szétesik a terv és szétesik az alapítvány, vagy valaki elvállalja, aki érez magába erőt, hogy ez tovább vigye. És a kényszer belevitt, és én ezt elvállaltam. Talán 5 éve, hogy a múzeumhoz került, a Ferenci Múzeumhoz, és azóta most már ez egy hivatásos, ha nem is múzeum, de kiállítóhelyként működik. Amikor fölkért engem a múzeum, akkor gondoltam azt, hogy ez a kiállítás igazából akkor lesz érvényes, akkor lesz számomra igazán értékes, hogyha tudom hozni a tanítványaimat is. És ez volt a konkrét kérésem, akkor vállalom el a kiállítás megrendezését, hogyha hozhatom a tanítványaimat is. Na most azért volt ez nekem nagyon fontos, mert az ember önmaga még akkor sem tudja pontosan lemérni, hogy mennyire eredményes az oktató munkája, hogyha a hallgatói vagy volt hallgatói különböző jó eredményeket érnek el. Tudnilik, mindig megvan annak a veszélye, amikor az ember tanít, hogy megbékjózza a tanítványait, a saját tudását úgy adja át, hogy azt elkezdik a sajátjukként használni. Voltak nagyon kiváló szobrászok és nagy tanárok, akik így működtek, és én ezt nagyon jól tudom, mert ismerem az egész szakmát, hogy milyen sokat kellett kínlódni azoknak, hogy elhagyják és el tudjanak rugaszkodni a mesterüktől. Na most én attól kezdve, hogy bekerültem 90-be tanítani és osztályt kaptam, azóta egyfolytában arra törekedtem, hogy megpróbáljam előhívni mindenkinek a saját egyéniségét. Szakmai szempontból és a saját nyelvezetét megpróbálni, hogy arra felé terelni, hogy megtalálja a saját nyelvét, a saját hangját. Megnyugtató visszaigazolás volt látni együtt ezeket a műveket, hogy igenis érdemes volt tanítani, mert sokan föltették nekem már az életembe azt a kérdést, hogy nem veszítettem-e sokat a saját életművemben, abból, hogy tanítok. Ez heti 2 napot jelentett 1990 óta, ha összeadjuk a napok számát, akkor ez sok. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem fogott engem vissza, sőt ellenkezőleg, én kaptam a hallgatóimtól, a tanítványaimtól, sok mindent kaptam. Valószínű befolyásolta a gondolkodásomat, frissen tartotta a világlátásomat, meg kellett értsem, hogy ők hogyan látják a világot. És arra igyekeztem, hogy ne befolyásoljam a világnézetüket,
De ha évekig együtt van az ember gyakran valakivel, akik fölnéznek rá, akkor anélkül, hogy akarná, anélkül olyan befolyással van rájuk, ami én azt gondolom, hogy pozitív volt a számukra. Többek között ilyen a szakmához való rendkívül komoly hozzáállás. Az elmélyültség, a kitartás, és olyan erények, amik talán manapság nem annyira közismertek. Tanítványaimmal való együttlét részben azt hozza létre, vagy hozta létre, hogy képesek együttműködni, és képesek vagyunk együttműködni. Ugye a tanításnak ez egy, jó, látom, hogy van itt néhány tanár, művész tanár közöttünk, szóval ez egy alapvető, vagy egy alapvetése, hogy jöjjön létre egy együttműködés a tanár és a tanuló, a tanár és a hallgató között, de ugyanakkor művész közösségekben is, vagy a művészek együtt dolgozásában is, ez a szakma, ez úgy működött, hogy volt egy mester, és ott voltak segédek, és voltak inasok. Ugye évezredeken keresztül ez valahogy így működött. Akkor, amikor egy kicsit elkezdett iparosodni maga a szakma, akkor ez úgy szétvált, és a művész az ugyanúgy, mint egy író, egy kicsit egy önálló és egy elkülönült jelenségként alkotta meg a munkáit. Akkor, amikor a művész újra is az a 20. században, és igazából az új technikák és az új anyagok felhasználásával, a gondolati megújulásokkal együtt létrejött az, hogy elkezdte a művész önmaga a kivitelezést. Ez az én véleményem szerint egy rendkívül fontos dolog, tudnélik, kivitelezés közben az anyag visszahat a művészre. Ez egy, ugye egy műnek az elkészítése, az egy energialeadás. Azt tudjuk, hogy ha mondjuk meglökünk valamit nagy erővel, és annak súlya van, az bennünket visszalök. A tanításban is létrejön ez, és az együttműködésben is. Éppen a kivitelezés miatt ugye visszahat a magára a művészre az az anyag, amin dolgozik, és a szobor változik. A szobor egyszerűen elkezd változni az anyagnak a hatására, vagy a alkotás közbe belépő impulzusok hatására. Tehát maga a kivitelezés az egy rendkívül fontos dolog. Amikor egy nagy munkához szükségem van fizikai erőre, vagy legalább négy kézre, akkor valamelyik tanítványomat, vagy inkább volt tanítványomat szoktam fölkérni, és hát kitűnően tudunk együttműködni, és ők is egymással. Az együttműködés, ami nem, szóval egy szellemi együttműködés, de egy fizikai együttműködés is, az olyan közösségeket kovácsol, hogy a volt hallgatóim azok közösen bérelnek műtermet, közösen állítanak ki, vagy akár nagy megbízásokat is közösen vállalnak el. Tehát ez egy teljesen új jelenség a képzőművészetben, és nagyon hasznosnak és jónak tartom. A tudás az olyan, mint egy élőlény, nem szeretne azzal meghalni, akiben ez a dolog létrejött. Tehát azt gondolom, hogy a tudás, minden tudás az egy közös tudásunk. A tehetség is egy közösségnek, közösségből kiemelkedő tehetségekben a közösségnek a tehetsége kristályosodik ki. Ugye a közösséget ezt időben is értjük, nem csak, mert ugye egy adott kornak a közössége és a szellemi erőtere az is részese a művészi létnek, de ugyanakkor generációkon keresztül akkumulálódik, vagy generációkon, nagyon sok generáció után is egy-egy személyben akkumulálódhatnak azok az örökölt tulajdonságok, ami hát az őseitől származik. Egyébként én nekem, és nem vagyok ezzel egyedül, az a meglátásom és az a fixa ideám, hogy tulajdonképpen minden ember, minden egyes élő emberben megvan a tehetségnek, a valamilyen tehetség, a valamihez való tehetségnek, megvan a magja, megvan a szikrája, csak sajnos az iskolarendszer, maguk a társadalmi formációk a leggyakrabban lefolytják ezt. Nem tudják életre segíteni, viszont az emberekbe
éppen azért, mert bennük van a csíra, megvan a vágy a művészet iránt, kapcsolatot tudnak teremteni a művekkel. Van, aki mélyen és rétegeiben is értve és érezve, van, aki csak kap egy impulzust, nem is tudja, hogy hogyan és miért, de kap egy impulzust, ami segíti az ő létét és az életbe maradását. Ádám számára nem csak ez, de az egész életútja, az egész pályája, a világ, a vallás, a kultúra, a család és a természet iránti értékek megbecsülésével haladt, megbecsülésén alapszik. Nem tudom, egyetértesz ezzel. Igen, egyetértek vele, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy az életben nagyon sok szerencsecsillag vezérelt engem, és ez a, amit valószínű, hogy ez, én ezt örököltem a szüleimtől, őseimtől, ezt a világhoz való hozzáállást. Ha én a világot kíváncsian szemlélem, megbecsülöm és keresem az értékeit, akkor ezek az értékek nekem köszönni fognak. Sokszor esik róla szó, mégsem lehet eleget hangsúlyozni azt a családi hátteret, amelyben Farkas Ádám felnőtt. Ez nem csak életrajzi adalék, hanem annál sokkal jelentősebb tény, hiszen a művész világ szemléletére és ezzel együtt művészetének alakulására is döntő hatással volt, mivel a szülők, Bisztrai Farkas Ferenc és Györfi Anna magasan művelt, polgári értelmiségi körökben mozogtak, és ezt a szellemi közeget közvetítették szentendrei otthonukban két gyermekük, az idősebb Ferenc és a fiatalabb Ádám számára. Arra szeretnélek kérni, hogy pár szót mondjál erről a nagyon-nagyon különleges családról, és itt van az említett apai nagypapának a portréja, Györfi Istváné. Györfi István a magyar néprajztudománynak egy meghatározó alakja volt. 11 nyelven beszélt, egész Kelet-Európát fiatal korában gyalog bejárta, hihetetlen mennyiséget gyűjtött, annyira átfogó tudása volt, és olyan óriási nagy összefüggés rendszerbe gondolkodott, ami azt gondolom, hogy az ő korában meglehetősen ritka volt. 5 évvel az én születésem előtt halt meg, tehát nem ismerhettem őt, de az ő szellemi hatása és az öröksége az ott munkált az egész családunkba. Édesapámról, Bisztrai Farkas Ferencről pedig hát annyit tudok mondani, hogy erdélyi, Marosvásárhelyt született, és a szülei, a nagyszüleim, apai nagyszüleim erdőbirtokosok voltak a Kelemenhavasokban, és édesapám már Budapesten érettségizett, itt végezte az egyetemi tanulmányait, és nagyapámmal, Györfi Istvánnal került kapcsolatba, illetőleg a népi írókkal, Illyés Gyulával, Tamási Áronnal, Szabó Lőrinccel, Veres Péterrel, és a parasztpártnak az egyik alapító tagja volt, közgazdászként, de közben előzőleg ő már az édesapjától, a nagyapámtól kikérte az örökség részét, és ebből egy művészeti könyvsorozatot hozott létre, az Ars Hungaricát, a két világháború között. Természetesen ugye abban az időben hát csak belebukni lehetett egy ilyen vállalkozásba, tehát elvesztette az összes beleinvestált családi vagyon részét, de ugyanakkor nagyon közel került a művészethez, és tulajdonképpen, hogy mondjam, a gondolkodásában ő is művész volt, és azt hiszem Szerb Antal mondta ki azt a mondatot róla, hogy Farkas Feri a magyar irodalmi életnek egy olyan alakja, aki nem ír, hanem úr. A forradalom alatt újra alakult a Nemzeti Parasztpárt,
És az újra alakuló Nemzeti Parasztpártnak, amelyik Petőfi párt nevet vette föl, a főtitkára lett, és a második Nagy Imre kormányban Bíbó Istvánnal államminiszterek voltak, igaz, hogy csak két napig. 1903-ban született, tehát 56-ban volt 53 éves, tele volt energiával, gondolatokkal, de nem volt hajlandó a Kádárékkal együttműködni, tehát igazából ő egy pár év alatt fölőrölte önmagát. Mert nem tudta kiélni magát, és külföldre nem volt hajlandó elmenni, tehát kapott egy rákot, és meghalt. Na most az érdekes, nagyapám korán meghalt, apám korán meghalt, és igazából én azt gondolom, hogy nem tudatosan, és nem, főleg nem akarva, valamit az ő világlátásukból, a ő világnézetükből és a társadalomhoz és a közösséghez való viszonyukból én felvállaltam, vagy magammal vittem művészként is. A Kádár korszakban nem vállaltam el politikai emlékműveket és ilyen jól fizető megbízásokat. Ha csináltam valamikor a 80-as években, már készítettem köztéri szobrokat, az az én művészi munkámnak a nagyobb méretben való kifejtése volt, és igazából ezt a hozzáállásomat meg tudtam tartani a rendszerváltás után is, tehát ami mondjuk a Recski emlékmű, vagy a Pécsi 56-os emlékmű, az Ózdi 56-os emlékmű, ezek mind az én szobrászi munkásságomnak a részei. Ez egy óriási dolog volt, hogy én Szentendrén éltem le az életemet két okból. Az egyik a kert miatt, és igazából az egész életem ebbe a félig gyümölcsös és félig ősfás területen zajlott le, amióta föleszméltem, ott élek. És valamikor a 70-es évek közepén kezdtem el nagyon tudatosan formálni és alakítani ezt a kertet, úgy, hogy megőrizve azt, amit én ott gyerekkoromban átéltem, de elkezdtem én magam is ültetni, és elkezdtem formálni. Igazából ugyanazzal a metódussal, ahogy a szobraimat formálom, hogy hagyom megszólalni a követ, hagyom megszólalni a szobrot, párbeszédet folytatok vele, és így haladok előre. Tulajdonképpen a kerttel is ez történik, és hihetetlen sokat tanulok a fáktól, a fűtől, a bokroktól, a növényektől, az egymásra való hatásukról. Na most ugye, ami Szentendrének egy másik oldala, ez a szellemi oldal. Egy képzőművészeti kisugárzó helyé vált, ahol Czóbel Béla, Barcsai Jenő, Kornis Dezső, és a későbbiek közül, hát ugye első helyen Deimpát kell megemlíteni. Szóval ezek az alkotók a magyar festészetnek, a 20. századi magyar festészetnek a legfelső kategóriába tartozó emberek, akik hihetetlenül izgalmas és érdekes egyéniségek voltak, és akik abszolút ki tudtak tekinteni a saját világukból, és nagyon érdekelte sok minden. Deimpállal Szentendrén harcostársakká váltunk, de az 50-es években, de még a 60-as években is volt Szentendrén egy olyan építési irányzat, amelyik eltörölte volna a műemléki belvárost. És Deimpál és Balog László voltak azok a szentendrei művészek, akik nagyon tudatosan, nagyon erőteljesen és nagyon erős nagy hangon elkezdték védeni az óvárost és a városnak az építészeti és épület értékeit. Példával járt előttem, hogy egy művésznek bizony időnként harcba kell szállni. Mondjuk a Palival való barátság és egy szellemi közös szellemi és morális közösség, az hihetetlen sok energiát adott, és megerősített engem, mert láttam, hogy ő is ilyen, és ugye nem vagyok egyedül. Tehát a példaadás, a mintaadás,
az még ezen a szinten a tényleg a nagy művészek között is fontos és jelentős. Az életművednek az egyik csúcspontja szerintem a Pécsi 56-os emlékmű, ahol tényleg a legminimálisabbra redukáltad a kifejező eszközöket. A magyar szobrászat értelmezésben az irodalmi oldal, tehát a gondolati oldal, az mindig erőteljesebb volt a megközelítésben és a magyarázatban, mint a jelfogalmazás és a jelértelmezés. A jel egy tartalomnak a sűrítménye, amelyik egy pillanat alatt a nézőből ki tudja azt váltani, amit lehet, hogy egy egész kötetbe kellene megírni. Merem állítani, hogy minden műalkotás, ami létrejön, bármilyen műfajban, minden műalkotás önmagában is már egy kultikus mű. Tehát olyan tartalmakkal, olyan jeltartalmakkal és olyan közlendőkkel, ami a félig meddig a tudattalanunkban talál befogadásra, és energiával és hittel tölt meg bennünket. Ez a legújabb munkája, 2016-os munkája, aminek a története 2014-re nyúlik vissza, és a hivatalos neve a Nemzetszolgálata közben elhunyt hősök emlékműve. Egyébként Bohus Zoltán üvegművésszel együtt tervezték, illetve kivitelezték ezt a szobrot, hogy itt is annyira tudatosan visszanyúltatok a legegyszerűbb kifejezési eszközökhöz. Az eddigi szobrász pályafutásom alatt ez az első olyan munka, amit nem egyedül, hanem egy szobrász kollégámmal, Bohus Zoltánnal közösen terveztünk. Nagyon fontos a szoborhoz, hogy a két fekete gránit oszlop szelet között, ott, ahol ez 3,5 centiméterre megközelítik egymást, a vastagabbik, alacsonyabbik oszlopba van egy vájat, és oda be van applikálva két LED sor, ami megvilágítja a keskenyebb, magasabb szemközti oszlopot. Ez nappal nem lehet látni, de este alkonyattól egy ilyen egészen sejtelmes belső fény jelenik meg. Néhány elemből összeálló formációról van szó, ami egyrészt elválasztja a teret a parktól, de ez a két fölfelé menő, itt is ilyen ölelkező formákról van szó, ez föl is vezeti a tekintetet, nem csak az oszlopokra, hanem a fákra és a természetet bekapcsolja ebbe a modern művi környezetbe, ami egyébként elől a szobor szinte rálép erre a térre, erre a leburkolt térre, és ez egy olyan emlékmű, ami előtt ilyen díszszemle lesz, és a diploma átadások vagy koszorúzások, tehát bizonyos megkötések voltak, hogy méretében mekkora lehet, és bizonyos ceremóniákat végre lehessen hajtani. Én nagyon örülök, hogy sikerült ezt a munkát végigvinni. Valószínűnek tartom, hogy ez az utolsó nagy köztéri munkám, legalábbis olyan, aminek a kivitelezését magam vállaljam, vagy magam irányítsam, és magam szervezzem meg, ilyenre többet nem fogok vállalkozni, mert nagyon kimerítő volt, ezt most itten utólag bevallom, de megcsináltuk, és áll a helyén, és rendben van, és tavasszal föl lesz majd avatva. Ádám életművének az áttekintése egyszerűen egy befejezhetetlen történet. Én még terveztem 20-30 képet vetíteni, de egyet még biztos, hogy levetítek, és ez a világ közepe. Ez a Szentendrei kert. És köszönjük a figyelmet. Én is köszönöm szépen.